hihetetlen dolgokkal állt elő a sussexi hercegné unokaöccse, aki szerint a család már nem is beszélhet meg Hannal, mióta hozzáment Harry herceghez. Úgy tűnik, Meghan Markle családi drámája egyre csak bonyolódik. A Daily Star cikke szerint a sussexi hercegné egyáltalán nem is beszél rokonaival, mióta a királyi család tagja lett. Meghan unokaöccse, Tyler Dooley ugyanis mindent kitálalt a sussexi hercegnővel való kapcsolatáról és a családi konfliktusról, ami egyre csak feszültebb. Bár korábban jó kapcsolatot ápoltak egymással, ez most arra közel sincs így. Korábban nagyon közel álltunk egymáshoz. És ez a probléma, régen úgy tekintettem rá, mintha a nővérem lenne. Közel vagyunk korban egymáshoz, szóval sokat jelentett nekem és a bátyámnak. Az utóbbi évek azonban kemények voltak számunkra. A király család miatt nem is beszélhetünk vele, minden szálat elvágtak köztünk. Nekem pedig nem tetszik, ami a családommal történik. Mindez nagyon kínos, mondta Meghan unoka öccse. Utóbbi mondataival pedig arra gondolt, hogy családjukról sok minden ki lett már teregetve. A beszélgetésben egyébként felvetődött az is, hogy a megromlott kapcsolatra az is magyarázat lehet, hogy Sussex hercegnéje szégyelli családtagjait. Meghan Markle egyébként édesapjával sincs jóban.